Munkagépek hadáll a 83-as főút mellett Koroncótól nem messze. Az útszakasz bővítési munkálata jelenleg az ország egyik legnagyobb fejlesztése, amely jelenleg 40%-os készültségi fokban van. Szentkirályi Alexandra kormány szóvivő Győrbe látogatott szombaton. Elsőként az MCC-ben egy kerekasztal beszélgetésen vett részt, majd Kara Ákos és dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselők személyesen mutatták meg neki, hogy megy a munka a 83-as főút mentén. A kormány szóvivő szerint jó ütemben halad nem csak ez, de az egész ország fejlődése is. Azért, hogy az ember az elmúlt jó 10 évben körülnéz, akkor láthatja azt, hogy nem csak a nagyobb városok, de akár a legkisebb falvak is nagyon sokat tudtak fejlődni az elmúlt időszakban, és ez ugyanígy igaz Győrre. Azt hiszem, hogy ez a beruházás megint jó példa arra, hogy akár évtizedes álmokat is meg tudunk közösen munkával valósítani, ami ismét nagyon sok embernek ad nem csak munkalehetőséget és gazdasági fellendülést a térségnek, hanem egyébként sokkal biztonságosabb és sokkal gyorsabb közlekedést is a két város között. A Koroncóhoz közeli építkezésnél jelenleg a töltés és a hídépítése zajlik. Be kell fejezni a töltésépítést. Eddig több mint 3 millió töltést építettek be a pályatestbe. Elkészült 23 műtárgynak, amit hídnak hívunk egyébként, vadátjárónak az alapozása, és itt lehet látni mögöttem, hogy már gyakorlatilag beemelték a híd elemeket, ezeket kell megépíteni, és hát 23 októberére reményeink szerint közlekedhetünk ezen a 2x2 sáv főúton. Kara Ákos szerint az útbővítésből a térség minden lakója profitál majd, de az útfejlesztések terén számos ötlete van még. Itt amellett, hogy nézzük, meglátjuk, hogy a mérnökök, munkások, az itt dolgozó emberek jó voltából nagyon jó ütembe halad ez a beruházás, hát lobbiztam újra, hiszen javaslatot tettem a héten a M1-es autópálya és a 81-es főút csomópontjának az átépítésére, biztonságosabbá kell építeni azt a csomópontot is, és így majd nagyobb kapacitásúvá válik az a kereszteződés. Na de hát ezért majd meg kell küzdeni. A héten a szakemberek, a minisztérium szakemberei, meg az útfejlesztéses állami cégek szakemberei is azt mondták, hogy igazán van, jogos a felvetés, bővíteni kell, ők támogatják is szakmailag, most a szükséges kormányzati döntéseket majd hozzá kell illeszteni, illetve meg kell dolgozni érte, de itt és most ennél a fejlesztésnél az a célunk, hogy el tudjuk azt mondani, hogy Győr és a Pápa közötti út az nem csak a két város lakói számára jó, hanem a vidéki emberek számára is jó. A kormány szóvivő szerint a képviselő nagyon hatékony munkát végez a térségben. Nagyon jó azt látni, hogy olyan képviselőkkel van teleszerte az ország, akik igazi lokálpatriótaként a saját településükért, a saját helyben lakó embereikért tudnak napi szinten dolgozni. Ő is egy olyan ember, aki úgy ismertem, meg úgy láttam, aki nem fél megfogni a munkának a végét, és oda tenni magát, hogyha erre van szükség. Na, azt hiszem, hogy ez igazából a gyarapodásnak a kulcsa, hiszen a kormány nagyon sok mindent tud tenni ahhoz, hogy a kereteket biztosítsa, de végső soron mindig a helyi emberek azok, akik igazából ezt a lendületet tovább tudják vinni, és nagyon jó az, hogy ilyen képviselője van itt a környéknek is, mint Ákos. Kara Ákos az építkezések ideje alatt az itt élők türelmét kéri az esetleges kellemetlenségekért. A politikus hangsúlyozta, hogy ez a fejlesztés a kormány, valamint Gyopáros Alpár és Kovács Zoltán képviselők nélkül nem valósulhatott volna meg.